Köszöntöm Önöket Álláspont című műsorunkban. Ezen a héten is érdekes, kerületünk számára is fontos témákkal foglalkozunk. 25 éves lett a Rákosligeti polgári kör, és ebből az alkalomból egy egész sornyi program valósul majd meg a kerület részben. Erről fogunk beszélgetni a polgári kör elnökével, előtte azonban még egy olyan különleges alapítvánnyal foglalkozunk, ami nehéz sorsú tehetséges gyermekeket segít, persze ennél jóval bonyolultabb, az Opál alapítvány képviseletében, pontosabban tehetséggondozó alapítvány képviseletében köszönhetem Molnár Vandát. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Alapvetően milyen céllal működik az alapítvány? Az alapítványnak a fő célja hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, főleg roma gyerekek tehetséggondozása. Mit jelentenek ezek a hátrányok? Egy picit részletesebben tudunk erről? Hát lehet hivatalosan is megfogalmazni, törvényi előírás már rá, hogy kiszámít hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek. Mi úgy szoktuk a gyerekeket, hát a szűrés az rossz szó erre, de hogy kiválogatni, hogy akik az iskolai előmenetel érdekében nem tudnak biztosítani valamilyen feltételt, például az utazási költséget, akár még az étkezésben is néha szoktunk segíteni, külön tanár nyelvvizsgának a letétele hasonlók. Bár most már az első nyelvvizsga az ingyenes, szerencsére, de van, aki olyan motivált és annyira lelkes és tehetséges és ügyes, hogy általában már két nyelvvizsgát is vállalnak az egyetem előtt. Hogyan jutnak el Önökhöz a gyermekek, tehát ők mondjuk hogyan értesülnek arról, hogy van egy ilyen lehetőség a számukra? Szoktunk mi is keresgetni. A különböző partnerszervezeteink segítségével mindig kapunk hírt arról, hogyha egy új csillag feltűnik az égen, illetve a gyerekeknek is próbálunk iskolákon keresztül lehetőséget adni, hogy ők megtaláljanak minket. Hogyan képzeljük el ezt a segítségnyújtást, tehát milyen tevékenységet akar ez pontosan, hogyan indítják el a gyerekeket ezen az úton? Nagyon-nagyon sok rétű programjaink vannak. Ez annak is köszönhető, mert a tehetség is sokszínű, és a gyerekek is nagyon szerteágazó háttérrel is rendelkeznek, és nagyon sok fajta tehetséggel is megáldották őket. Ezért minden gyerekre szinte személyre szabottan próbálunk meg programot kitalálni. Van, akinek csupán annyi segítség kell, hogy a nyelvvizsga felkészülés során mi ott legyünk, bíztassuk, esetleg elmenjünk vele a nyelvvizsgára, bár ez nem sokszor szokott előfordulni. Van, aki a nyári táborunkba szokott jönni rendszeresen, ők évközben nem mindig igényelnek segítséget a tanév során, de olyanok is vannak, akikkel rendszeresen kapcsolatban állunk, és nekik nem a tanulásban, hanem inkább a lelki háttér kapcsán segítünk. És hány éves kortól kezdenek el foglalkozni velük? Általános iskola felső tagozattal szoktunk mi kezdeni. Néha vannak kisebb gyerekek is, de inkább megpróbálunk olyan partnerszervezeteket keresni ilyenkor, akik kompetensebbek a témában. Mi felső tagozatos, illetve gimnazista, majd pedig egyetemista főiskolás gyerekekkel foglalkozunk. Egyébként milyen a gyerekek hozzáállása, illetve a családtagoké általánosságban? Vegyes, de ez mindig elmondható. Ez attól is függ, hogy éppen esik a hó vagy süt a nap, hogy mit reggeliztek, a tanár hogy szólt hozzájuk az iskolában, esetleg az osztálytársakkal milyen a kapcsolat. A szülők részéről pedig hát általában meg szokott lenni a motiváció, hogy a gyermeknek jobb lehetőségeket biztosítani, mint amivel ők rendelkeztek, de az ismeretek hiányából adódóan nem mindig ismerik ennek a megfelelő útját és módját. Tehát van olyan, találkoznak olyan esettel is, amikor picit ellenségesen állnak a szülők ehhez a dologhoz, vagy bizalmatlanul inkább? Előfordult már sajnos. Olyankor először a szülővel kell kiépíteni egy bizalmi kapcsolatot, és amikor ránk bízzák a szülők a gyermekeket, akkor már egy kicsit könnyebb. Hány gyermekkel foglalkoznak jelenleg? Ez vegyes. Van például egy levelező versenyünk, történelmi levelező versenyünk, ott több mint 300 nevező volt, de velük ugye levelező kapcsolatban állunk. Nagyjából olyan 10 gyerekről mondanám, akik így rendszeresen majd, hogy nem napi szinten kapcsolatban vannak velünk, illetve vannak programjaink, amikor lesz most ez a kiállítás a Badi címmel, oda is fogunk majd vinni gyerekeket, oda egy olyan 20-30 gyereket terveztünk, attól függ, hogy mennyi önkéntes jön kísérőként, illetve fogunk majd menni hadtörténeti múzeumba, kirándulni, ásványgyűjtő túrára, úgyhogy mindig attól függ a létszám, hogy éppen az önkéntesek hogyan alakulnak. Mekkora problémát jelenthet, hogy a gyermekek, akik tehetségesek, vagy minden gond nélkül végig tudnának haladni az iskolás éveiken, esetleg a családi vagy az anyagi környezetük miatt akár bukdácsolnak, vagy nehezebben mennek nekik a tanulmányok? Előfordulnak különböző kirívó esetek. Általában itt nem bukdácsolásról van szó, hanem a saját képességi szintjük alatt teljesítenek.
De ez iskola függő is. Ez attól is függ, hogy éppen a tanár hogy áll az adott diákhoz, sőt olyanról is hallottunk már sajnos, hogy egy kisgyermek nagyon-nagyon tehetséges volt, a plusz feladatokkal is kétszer olyan korán vagy hamar végzett, mint a társai, és hiperaktívnak diagnosztizálták, valószínűleg családi vagy baráti társaságból adódó magatartásbeli viselkedés miatt. És ennek gyógyszeres kezelés lett a vége, így is vesznek el sajnos tehetségek, de az is előfordult, hogy egy családban a kistestvérekre kellett vigyázni egy nagyon ügyes középiskolai továbbtanulás előtt álló lánynak, így kimaradt az iskolából. Szerencsére őt sikerült olyan pályára terelni, ami később neki még jól jöhet, de az eredeti célt így nem tudta elérni. Ilyenkor egyébként az egész család, hogy is mondjam, magánéletét kell egy picit megváltoztatni, vagy inkább picit kimozdítják a gyerekeket ebből a környezetből? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nem vagyunk a gyermekeknek a szülei. Nincs jogunk beleszólni, hogy hogyan nevelik a saját gyermekeiket egyes családok, meg nem is szeretnénk az igazat megvalva. Mi próbálunk a gyerekekre fókuszálni, a családdal a lehető legkevesebb kapcsolatot tartani, természetesen a bizalmat kiépíteni, de utána a gyereknek megadni mindent, ami tőlünk telik, meg nem mindig a családon múlik. Nagyon sokszor tényleg az iskola és az oktatási rendszer az, ami befolyásolja, vagy éppen a motivációját elveszi a gyereknek. Szó esett a roma gyermekekről. Gondolom sajnos a negatív diszkriminációval is találkoznak ezek a gyerekek, akár az iskolában, sajnos még a tanárok részéről is szerintem előfordul ez. Igen, elég sokszor találkozunk ezzel a jelenséggel, hogyha nagyobb városról van szó, akkor ott általában a közösség és a gyerekek azok, akik diszkriminálják a társaikat. Ez mondjuk sokszor a családból ered, otthonról hozzák magukkal a gyerekek. Azt se tudják sokszor, hogy miről van szó. Már egészen óvodás kortól nem adom kölcsön a lapátomat, mert ő egy cigány gyerek, és amikor megkérdezzük, hogy hát mit jelent az, hogy cigány, azt már nem tudja. Csak azt gondolja, hogy az valami rossz, mert ő azt hallotta otthon. Ez nagyon szomorú, csak ilyenkor nem mindig tudunk mit tenni. Mert hogyha a gyereknek mi megpróbálunk egy másik utat mutatni, attól ő még haza fog menni a családba, ahonnan ezt az értékrendet kapta, és a saját családja ellen meg nem tud harcolni. A kisebb településen pedig a tanárok részéről tapasztaljuk ezt, hogy általában a kevésbé motivált tanárok kerülnek az ilyen iskolákba. Ennek köszönhetően az oktatás színvonala sem a legmagasabb. Így alakulhat ki az, hogy egy fővárosi, vagy egy vidéki, egy kis településbeli iskolánál a négyes az nem ugyanaz. Ez így van, ugye nagy különbségek vannak iskolák között és pedagógusok között is. Említett partnerszervezeteket, kiket vannak be a munkában még a partnerszervezetek mellett, illetve ezek milyen szervezetek pontosan? Nagyon-nagyon sok szervezet, néha előfordult olyan is, hogy alkalom jelleggel, mondjuk volt jótékonysági futó rendezvényünk Egerben, ott a Vöröskereszt segített nekünk ugye az első segély kapcsán, akkor az Élelmiszerbanknak köszönhetően napi szinten tudunk mi is menteni élelmiszert az egyik Tesco áruházból, az egyik Rákosligeti rendezvényünk során az utcó alapítvánnyal kerültünk kapcsolatba, nem olyan régen pedig mentorátjaink az autonómia alapítvány programjára jutottak el, úgyhogy eléggé sokrétű. Még a Karitásszal is kapcsolatba kerültünk, mindig próbálunk több lábon állni, több kapcsolatot kiépíteni, hogy több gyerekhez eljussunk, illetve ők is tudjanak tőlünk segítséget kérni, hogyha egy tehetséges gyerekkel találkoznak. És hogyan lehet önöktől segítséget kérni? Milyen felületen lehet önöket elérni? Nagyjából az összes közösségi oldalon megtalálhatóak vagyunk. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, meg ami nagyjából él és mozog, illetve honlapunkon keresztül, valamint e-mailben és telefonon is. És maga az alapítvány hány szakemberrel dolgozik együtt, illetve milyen szakemberekkel? Hárman vagyunk alapvetően az alapítványban, de mindenki önkéntes. A szakember az olyan furcsa kifejezés mi nálunk, mert hogy többnyire egyetemisták vagyunk, akik még éppen tapossák azt, hogy megszerezzék a végzettséget, diplomát, de ennek ellenére rendszeresen járunk továbbképzésekre, ami egy kicsit a szakunkból kiszakítva minket, próbál terelni ezen az úton, hogy tehetséggondozással hogyan lehet foglalkozni. És egyébként szociológiát tanulnak mindannyian? Vagy ehhez hasonló területen? Többnyire tanárszakosok vagyunk, pont ebből adódóan, mert látjuk az oktatási rendszernek ezt a kettőségét, ami a gyerekeket nagy részben érinti, illetve vannak más pedagógus szakos, illetve szociálpedagógus önkénteseink is.
Már a beszélgetés közben néhány gyermeket kiemeltünk, persze nem név szerint, hogy mi minden történt már eddig az alapítvány életében, de ki tudna emelni olyan különleges esetet, ami tényleg emlékezetes volt az alapítvány működése során? Hát nálunk a legkisebb siker is siker. Vannak olyan gyerekek, akiknél már annak nagyon örülünk, hogy nem tévedtek el az útról, és nem vesztek el menet közben. A legnagyobb siker az nem egy konkrét eset, hanem az a táborunknak az összessége lenne, mert hogy ott roma és magyar, illetve nem roma gyerekek táboroznak együtt, és olyan összhang van köztük, hogy az példaértékű. És milyen korú gyermekek vehetnek részt ebben a táborban? 14 éves kor fölött szoktuk, mert hogy bentlakásos tábor, és a szülők úgy engedik el biztonságban a gyerekeket. Pedig az egy problémás kor. De szép. Az egyik legszebb kor. Rákos Ligetet is említettük, és én a műsor elején pedig mondtam, hogy a műsorunk második felében ezzel fogunk foglalkozni, és ha jól tudom, akkor az Opál Alapítvány is egy nagyon jó kapcsolatot ápol a polgári körrel, illetve a Rákos Ligeti közélettel, hogy úgy mondjam. Igen, volt lehetőségünk tavaly október 7-én a Maros moziban egy kiállítást, illetve egy multikulturális napot szervezni, és ennek keretén belül kerültünk mi közel a polgári körhöz is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondta nekünk, és egy kicsit jobban megismerhettük az Opál Tehetséggondozó Alapítványnak a működését, és remélem, hogy ezzel a riporttal is eljutunk néhány olyan gyermekhez, akiknek esetleg szüksége lehet az önök segítségére. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és további szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönöm. Maradjanak velünk, mert rögtön folytatjuk műsorunkat. 25 éves a Rákosligeti polgári kör, ebből az alkalomból a polgári kör elnökét, Rózsaegyi Pétert köszöntetjük a stúdióban, üdvözlöm. Jó napot kívánok. 25 éves lett a Rákosligeti polgári kör. Mik voltak a célok a kezdetekben, és mennyit változott ez azóta 25 év alatt? A rendszerváltás utáni időkben, amikor én még diákként nem vettem részt ebben a tevékenységben, azt tudom, hogy az akkori helyi művészek, helyi képviselő, értelmiségiek és lokálpatrióták azért jöttek össze, hogy Liget és kezdetben még Rákos Csaba Újtelepen is a civil szerveződések múltját, háború előtti eleven közösségi életet fölelevenítsék, úgyhogy kiállítások, előadások, helyi programok és olyan események kapcsán, amikor mondjuk vélemény nyilvánítottak városfejlesztési kérdésekben, vagy éppen megterveztették egy tér újjáépítését, a Hősök tere egy részének a megszépítését. Ilyen tevékenység fogta őket össze. Mai napig kitartunk ilyen célokban. A tagság már más. Vannak, akik már nem tartanak velünk, vagy nem tarthatnak már velünk, mert időskoruk miatt már nem csatlakoznak. De úgy érzem, hogy próbálunk méltók lenni azokhoz az elődökhöz, akik a rendszerváltás után indultak, meg azokhoz is, akik a század előn az épülő Rákosligetnek voltak az első civil szerveződései. Tehát akkor jól értem, hogy minél kellemesebbé tegyék és hatékonyá közösségi életet és egyáltalán a kerület részben az ott élést. Egyébként mi minden tartozik a tevékenységi körébe pontosan? Közösségi programok szervezése, vagy ilyen kezdeményezések befogadása, erre a Csekovszky Árpád Művelődési Ház és a Maros Mozi is segítségünkre van, illetve lehetőséget ad, hogy teret adjunk egyéni kezdeményezéseknek. A Ligeti Majálist, Ligeti Piknik néven visszük tovább szintén a művházzal, hogy legyen olyan helyi népünnepély, ahol együtt lehet lenni, kötetlen alkalommal is. A nemzeti ünnepek sorában most március 15-i megemlékezés fog következni, de ha éppen arról van szó, hogy faültetésre hívjuk az embereket, akkor is szerencsére még mindig nagy számú érdeklődő csatlakozik hozzánk, igyekszünk környezetvédelmi programokat, kis helyi cselekvéseket is szervezni. Talán ennek is köszönhető, hogy 2015-ben kaptunk egy országos rangú kitüntetést, Klímasztár díjat egy környezetvédő szervezettől, mert a Rákosligeti közösség munkáját úgy ítélték meg, hogy az a fenntartható fejlődés irányába is mutat több szempontból. Minden évben rendeznek egy nagyszabású születésnapi rendezvényt, és ez most is így lesz, ez nagyon fontos, hiszen most 25 éves a polgári kör. Igen, Rákosliget fennállását szoktuk így szeptember folyamán ünnepelni. Tavaly volt a 118., idén a 119. lesz, de bevonjuk a polgári kör születésnapi évfordulós eseményébe ezt a másik eseménysort. A tavalyhoz képest azzal a különbséggel, hogy idén megint lesz Rákosligetért díj, tehát most is március 1-ig javaslatot lehet tenni Rákosligetért díj jelöltjeire. Azt a szemét fogjuk ünnepelni idén szeptemberben különösen, aki ezt a díjat majd elnyeri. A lakossági javaslatok jelölések alapján már vannak néhányan,
hogy erős verseny várható, mint mindig. A tavalyi évben nem adtunk Rákosligetért díjat, az új rendszer az, hogy a páros években ad ilyet az önkormányzat, és ebben a tavalyi évben viszont a korábbi Rákosligetért díjazottak találkozóját hirdettük meg, és legalább olyan jó volt a program, mint amikor díjat adunk át. A korábbi kitüntetettek jöttek össze, és nagyon sok személyes történet, kedves esemény zajlott ezen a napon, ez szeptember 18-a mindig, de ebbe az eseménysorozatba szoktunk beleszülni sporteseményt, vagy veteránautós felvonulást, előadásokat, koncerteket, ez most is így lesz szeptember folyamán. Ebből az alkalomból úgy tudom, hogy rendezvénysorozat indul majd. Azért gondoltuk, hogy sorozat legyen, mert egyszerűen egy estébe nem tudnánk beférni azzal a sok mindennel, amit szeretnénk megmutatni magunknak, meg a hozzánk még nem csatlakozóknak. Kezdetben január 12-én tartottunk egy születésnapinak mondható összejövetelt, ami inkább egy csendesebb baráti együttlét volt, sok finom saját sütivel, meg saját borral, de ennek a folytatása egyel emelkedettebb hangulatú lesz. Márciusban tartunk olyan összejövetelt, ahol a tagságunkban kiemelkedő tevékenységet végző, vagy az egyesületünket nagyban támogató személyeknek szeretnénk átadni egy emlékérmet oklevéllel, amelyet a városrész szülőatyáról, szellemi atyáról, Fak Károly egykori fővárosi tanácsosról nevezünk el, és az ő portréja díszíti ezt az érmet, amelyet Domokos László taktársunk, képzőművész készít, felesége Bán Mária pedig az oklevelet. Így köszönjük meg tehát azoknak a munkáját, akik nem a Rákosligetért díj várományosai, hanem másfajta tevékenységgel segítették a közösségünket és kimondottan az egyesületet. Aztán nagyban részt veszünk majd a Liget Piknik szervezési munkáiban, hogy ott jó bográcsos főzés legyen, mint minden évben szokás, és tervezzük azt is, hogy a tagságunkban lévő művészeknek csoportos kiállítást szervezünk, illetve jó néhány vetítést is szeretnénk, ami filmvetítéseket is jelent, illetve olyan helytörténeti fotóvetítést, amelyhez megemlékezéseket, anekdótákat, kötetlen beszélgetést is társítunk majd, de képi emlékekkel hozzuk vissza a régi Rákosligetet. Akkor nagyon sokrétű a polgári körnek a tevékenysége, de kinek mi a feladata a tagok közül, és hány taggal működik? Hát, hogyha tagnépsorra gondolunk, akkor 86 a jelenlegi tagsági szám. Hogyha tényleg aktívak, megjelenők számát tekintjük, az mondjuk a fele. És vannak olyanok, akiknek nem csak szervezetileg van olyan feladatuk, hogy alelnök vagy pénztáros funkciót töltenek be, hanem olyan programok felelősei, mint például a Liget Piknikhez gyakran társított sportnap, amelyet a 15. utcai sportpályán valósítunk meg. Tehát vannak szabadidős sportos vezetőségi társaink. Aztán vannak olyanok, akik a Marosmozi, mint épület üzemeltetésének a felelősei, segítői, akik nélkül nem tudnánk ott is programokat tartani abban a még fel nem újított, de reméljük nem sokára felújítandó épületben. Úgyhogy ilyen feladatokban osztjuk meg egymást. Aztán vannak olyanok, akik nem titulus vagy megbízatás alapján, de úgy segítik a munkánkat, hogy a programjaink jó hírét adják át másoknak. Például. Egy kicsit még térjünk ki a Maros mozira, mert azoknak a kedvéért, akik nem ismerik, ez egy külön kis világ, és rengeteg, több emeletnyi kincsel, mondhatjuk azt, és a felújítási tervek között szerepelnek olyan tervek is, hogy esetleg múzeumot kialakítani ezekkel a különleges tárgyakkal, mert egy rengeteg minden van. Igen. Igen, úgy képzeljük, hogyha a fűtés megvalósulhat, mint állandó rendszer, mert most alkalmanként bizonyos helyiségeket fűtünk, ahol éppen szükség van rá, akkor olyan helységünk is adódik majd szabadon, ahol lehetne a mi tárgyainkból, meg a majd még hozzánk érkező tárgyakból olyan kiállítást létrehozni, ami nem egyszerűen retro kiállítás, hanem a saját helyi emlékeink játékosabb megközelítésű tárlata lehetne, az erdőseni helytörténeti tárlatát mondjuk kiegészítve. Múzeum jellegű tevékenység meg már most is van, rádió, tévé, telefon, múzeumként megtekinthető sok tárgy is az emeleten. Elképesztő élmény ott lenni, az biztos, én azt elmondhatom. Azok kedvéért, akik esetleg jövőbeli lakóhelyüknek szeretnék Rákosligetet, mondjuk el, hogy miért jó Rákosligeten élni, mennyire aktív a közösségi élet, mennyire élhető ez a kerületrész. Lehet, hogy az okát én sem tudom, de hogy jó sokan gondolják azt, hogy jó Ligeten élni, azt abból észlelem, hogy aki új beköltözőként érkezik, arról hamarosan kiderül legtöbbjükről, hogy nem véletlen a helyszínválasztás, hogy éppen Ligeten volt egy eladóház, hanem ők be akarnak csatlakozni szervesen ebbe a ligeti életbe. Ismerek olyan házaspárt, akik
pár hónapos itt tartózkodás után már is jelentkeztek, hogy ők céges kollektívával szeretnének valamilyen jótékonysági tevékenységet végezni. Már is elirányítottam őket egy házaspárhoz, ahol gyönyörűen rendbe tették a kertet. Vagy mások programötlettel jönnek elő, ahogy ezt korábban már mondtam, hogy szeretnének egy bizonyos vetítést, vagy egy sportnapot. Tehát nem csak alvóvárosként működünk, az a jellege is megvan azért a helynek, mint ahogy a kerület egészének is, hanem sokan keresik annak a lehetőségét, hogy itt helyben, a hétköznapokban, vagy az ünnepeken is mit tehetnek bele a közösbe. És ennek én nagyon örülök. És még ehhez hozzáadódik a természeti környezet, jó itt lenni. Van olyan online felület, mondjuk a Facebook adatlapokon kívül, ahol lehet értesülni a polgári körrendezvényeiről, eseményeiről? Van Rákosligetnek Facebook oldala, meg csoportja, de ezen kívül van rákosliget.hu honlap, amely helytörténeti dokumentumtár, egy ligeti magánszemély összeállításában. Igyekszünk ott is megjelenítetni az aktuális programokat, illetve nagyon sok embernek e-mailt küldünk, aki erre engedélyt adott, hogy az e-mail címét programajánlók elküldésére is használjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk és mindezt elmondta, és egy kicsit átbeszélhettük, bemutathattuk a nézőinknek a 2018-as eseményeket a polgári kör életéből. Köszönöm. Köszönöm én is az Egyesület nevében is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, legközelebb is pénteken láthatják majd Álláspont című műsorunkat, újabb érdekes kerületi témákkal és vendégekkel. Viszontlátásra!